Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, a mai vendégünk Varga Zsolt, olimpiai bajnok, a vízilabda válogatott szövetségi kapitánya és az FTC Telekom vezetőedzője. Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk. Én is köszönöm, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Ma kezdődik a válogatottal a közös munka, de hát azért még éppen, hogy átestél a Ferencvárossal való bajnokok ligája küzdelemből. Mennyire nehéz átállítani az agyadat az egyikről a másikra, mert azért az egyik mégiscsak egy klub munka, a másik pedig a válogatott munka. Nem is hasonló talán, csak a sportág ugyanaz. Igen, nyilván nagyon más, de szerencsére volt azért most 2 nap, bár nem volt egyszerű, mert nagyon későn értünk haza. Éjjel 4-5-re kerültem ágyba, és az alvás azért másnap hiányzott, az nyilván ez így sűrű volt. Viszont volt a teljes szerda, meg a Margész délelőtt, egészen ugye estig, és most abszolút úgy érzem magamat, hogy ki tudtam magamat pihenni, és hogy úgy rendben vagyok. Hogy kezdtek egy ilyen összetartást? Most egyből elkezdünk dolgozni, és majd ahogy mennek a napok, úgy tudunk majd leülni beszélni, ráadásul nem vagyunk még komplettek, ugye egy-két játékos még hiányzik úgy a teljes keretből, úgyhogy akkor fogunk tudni leülni és elkezdeni egy kicsit beszélgetni, amikor teljesen komplettek leszünk. Egyébként egyből elkezdjük a videózást is, nem ma, de mondjuk már holnap, tehát készülünk azokra a meccsekre, amik előttünk vannak. A keretnek a kialakítása az a te fejedben hogy zajlik? Hétről hétre, vagy esetleg napról napra, megnézve a meccseket, hogy csinálod? Hát azért van egy stabil keret, akikre azt gondolom, hogy közülük fog kikerülni, akár most, hogyha a VB-re nézzük, ha egy kicsit előre tekintünk, akkor a további világversenyek, vagy akár az olimpiára utazó keret. De nyilván van egy-két olyan játékos, itt főképpen a fiatalabbak közül, akik bekerülhetnek a keretbe, készülhetnek velünk, nyilván tapasztalhatják azt, hogy milyen a felnőtt válogatottban edzeni, de azért úgy összességében azt gondolom, hogy azért ez egy elég stabil keret már. Mi az, amire szeretnéd felkészíteni most ez alatt a nagyon rövid idő alatt a válogatottat, mert ugye mindjárt elkezdődik a világkupa? Szerintem nagyon fontos az, hogy tanulva az előző mérkőzésekből, ugye azért komoly ellenfelek, hogy játszunk az olaszokkal, játszunk a horvátokkal, lesz benne egy francia meccs, tehát hogy összességében azért ez egy nehéz és megterhelő 5 nap lesz, mármint a meccsnapokat számolva, hogy alapvetően egy világverseny hangulatát tudjuk így felidézni, hogy úgy játszunk, mintha ott játszanánk. Ugye az elmúlt években azért az olasz csapattal az arány, tehát a mérkőzéseink száma, hogy az arányok, hogy amit nyertünk, vagy vesztettünk, az nem annyira jó, és szeretném azt, hogyha megtanulnánk azt is, hogy hogyan kell ellenük úgy játszani, hogy a következő időszakban eredményesek tudjunk, meg tudjuk őket verni, nyerni tudjunk ellenük. Nyilván ez ugyanúgy fontos a többi csapatra is, de azért a többi csapattal, akikkel fogunk játszani, szerintem jobbak a statisztikáink. Le kell dönteni a mumusokat? Nyilvánvalóan inkább azt mondom, hogy meg kell tanulni azt, hogy mit csinálnak ők jobban. Tehát én azt gondolom, hogy sokkal fontosabb, hogy a realitások talaján egyszerűen megnézzük és kielemezzük azt, hogy mi az, amit ők csinálnak, hogy jobban csinálnak, mint mi. És azt a játékot megtanulni alázattal, mert ehhez nyilván alázat kell, hogy bármi legyen is az, ha csak egy visszaúszásban 3 másodperccel kell gyorsabban visszaérni, akkor lehet, hogy ez az, amivel meg tudjuk őket verni. És szeretném azt, hogyha ezen az úton el tudnánk indulni, ki tudnánk próbálni dolgokat, hogy mi az, ami működik ellenük, mi az, ami nem. Most nyilván kiegyeztem egy csapatra, de azért itt más csapatok is vannak. Csak talán, ha nem elárulva egy ilyen belső titkot, de egyik legfontosabb és kiemeltebb mérkőzésnek azért az olasz tartom ebből a sorozatból, mert amiért igazából, amit elmondtam előtt, tehát szeretném azt, hogy tapasztaljuk meg azt, hogy ténylegesen mi az, ami működik, és hogy tudjuk úgy felépíteni a játékunkat, hogy az elkövetkezendő fontos világversenyeken meg tudjuk őket verni. És lévén, hogy ez egy felkészülési torna gyakorlatilag, itt is a győzelem a cél? Mindenféleképpen, mert az nagyon fontos, hogy ugyanabban a hangulatban játsszuk le ezeket a mérkőzéseket, mint hogyha bármilyen számunkra nagyon fontos világesemény lenne, mert akkor látom azt is, hogy mi az, ami működik. Egyrészt a játékosok terén is, akiket ki szeretnék próbálni, látni szeretném, hogy milyen teljesítménnyel bírnak egy ilyen helyzetben. Másrésztről meg az, hogy ténylegesen a játékban mi az, ami működik. Mi az, amit a fiataloktól ilyenkor el lehet várni? Ugye nyilván az ő vállukon a legnagyobb a nyomás, mert meg akarnak felelni, benne akarnak maradni a válogatottban, benne akarnak maradni a szűkített keretben. Tehát mi az, amit el lehet tőlük ilyenkor várni?
Szerintem itt többféle nyomásról van szó egyébként egy ilyen helyzetben. Nem gondolnám, hogyha összehasonlítanánk mondjuk az idősebb játékosokkal, akkor hasonló lenne. Én azt gondolom, mindig az idősebb játékosokon van igazából a nagyobb teher, hiszen azért az ő kezükben van legtöbbször egyébként a sorsa, a kezükben a labda oda kerül, amikor egy nagyon fontos döntő helyzet van, vagy ők készítik elő, és igazából talán ebben a pillanatban úgyis rájuk mondja mindenki az, hogy ténylegesen egy klasszis jó játékos, aki be tudja lőni azt az adott helyzetet, vagy ki tudja védekezni, ki tudja blokkolni, le tudja fogni az ellenfelet. A fiatal játékosoknak meg sokkal több lehetőséget ad mindenki, még érzésben is, hogy nyilván még fiatal, ha hibázik, tehát neki még több lehetősége van arra, de nyilván az is igaz, ahogy említetted, hogy nyilván az a bekerülési stressz, az nyilván az a legnagyobb rajtuk. Miután te a Ferencvárosnak is az edzője vagy, és szövetségi kapitány is vagy, engem érdekelne, hogy mi az, amivel az egyik segíti a másikat, és fordítva, tehát mi az, amit te tudsz meríteni abból, hogy a klubnál nap mint nap ezzel a sportággal foglalkozol, és ezen agyalsz klubszinten, ugyanakkor viszont a válogatottnál meg ugye egy másfajta dolgot csinálsz. Milyen együtt hatás van, vagy egymásra hatás van? Ugye nagyon sok az átfedés, ha azt nézzük taktikailag, ugyanakkor tény és való, hogy teljesen más az a szempont, hogy felkészítünk mondjuk egy klubcsapatot. Ugye van 8 hónap egy szezonban, még ha néha nagyon gyorsan is kell esetleg az elején jól játszani, de akkor is utána azért lehet csiszolni, lehet újra és újra, tényleg lehet újra és újra is építeni, ha akár elmegy az önbizalom, vagy akár van egy rossz mérkőzés, és az év végére kialakítani valamilyen végleges játékformát, egy csapatot, ugye ez a másik fele az, hogy a csapat. És erre sokkal több idő van. Nyilván a válogatottnál ez sokkal, sokkal rövidebb időkre szorítkozik ez a fajta felkészítés. De ténylegesen így van, hogy az egyik helyről, tehát látok dolgokat, amiket elképzelek azt, hogy ott ki fogom tudni próbálni, illetve meg fogjuk tudni valósítani. Én úgy gondolom, hogy ráadásul a játékosok, nagyon sok játékos játszik ugye most mind a két csapatban, ezért látom a formáikat, látom azt, hogy ki volt sérült, ki milyen állapotban van, esetleg milyen munkát kell folytatnia, tehát pontosan tudom azt, hogy azok a játékosok, ez a 8 játékos, aki esetlegesen a Fradiból jön, hogy azok milyen állapotban vannak. Ezért ez egy nagyon fontos dolog, hogy nem úgy kapom meg őket, hogy úgy csak a játék alapján látom, pontosan tudom, hogy ki milyen állapotban van, mennyit bír el játszani. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos információ szerintem ebben az esetben, a váltott szempontjából is, hogy látom azt, hogy ki milyen állapotban van. És ahogy említettem, szerintem taktikailag is nagyon sok mindent lehet profitálni, akár az egyik oldalon, hiszen a legjobb edzők, a legjobb csapatokkal játszunk. Elemezve a játékaikat, mindig vannak olyan elemek, amiket érdemes bevenni, megtanulni a repertoárba, mert így tudunk csak gyakorlatilag előre lépni. Tehát én elmondtam egyébként az Európa-bajnokság előtt is, és az elmúlt években is, hogy nyilván vannak olyan dolgok, amiket én látok, és ez az én véleményem, amiben le vagyunk maradva, amiket be kell pótolni, de attól még, hogy ezeket bepótoljuk, attól csak eljutunk ugyanarra a szintre. Tehát nekünk valamivel jobbá kell válnunk, és ebben több összetevős. Egyrésztről a csapat, hogy ténylegesen egy olyan csapattá kell válnia, most ugye a válogatottról beszélek, akik bármilyen esetben, a legnehezebb pillanatokban is elviszik egymást a hátukon, ha kell, és egységesek maradnak, ez egyik a csapat részről, a másik az ténylegesen az a taktikai repertoár, amivel játszanak az ellenfeleink, és mindenhonnan kivéve azt a részt, amiben esetleg jobbak az ellenfelek, és ezért említettem az előbb is az alázatot, mert be kell látnunk, hogy vannak olyan elemek, amely jobbak. És ezeket az elemeket, a saját arculatunkra, a saját játékstílusunkra, de meg kell tanulnunk, föl kell vennünk ezeket az elemeket, és hogyha, ahogy említettem, hogyha csak ez egy 3 méteres sprint, amit esetleg mi úgy teszünk meg, hogy visszafelé egy kicsit lazábban, és ez tiszta erőből kell, akkor ehhez igenis kell az a fajta akarat és lelkesedés, hogy akkor ezt a 3 métert teszem meg, ami nagyon egyszerű, de mégis egy nagyon fontos feladat, hogy ezt 180-as púzussal mondjuk 6 perc játék után is megcsináljuk. Tehát ez a másik része, de ez egy pici dolog, hogy a nagy egészben, de nyilván vannak ennél sokkal összetettebb dolgok is, amiknek össze kell állniuk, és fel kell fejlődniük, és gyakorlatilag, ha ez az egész így összeérik, taktikailag, csapatilag, fizikálisan, akkor azt gondolom, hogy egy nagyon jó csapat lesz belőle. A következő kérdésemre biztos, hogy már óriási rutinnal fogsz válaszolni, mert hogy mindenkit az érdekel, hogy az, hogy Varga Dumi visszatér a válogatottba, az mit fog majd hozzátenni mindahhoz, ami mondjuk az elmúlt hónapokban zajlott a csapatnál. Emberileg, játékos szempontjából, játékminőség szempontjából, edzői munka szempontjából? Ugye az elmúlt években mi együtt dolgozunk ugye a Fradiban, én pontosan tudom az ő képességeit,
azt is látom, hogy emberileg egy másik oldalon, tehát már nem csak az a játékos, aki ugye idézőjelben nem csak az, aki a gólokat lövi, hanem belülről egy markáns személyisége a csapatnak minden tekintetben, fegyelemben, életvitelben, hozzáállásban, edzésben. Tehát ez egy nagyon fontos része, hogy akár idős játékos, hiszen idősebb játékosként át kell tudnunk adni ezeket a tapasztalatokat. Át kell tudnunk adni azt az akár élettapasztalatot is, amit vehetünk, hiszen az olimpiák is egy élettapasztalatot alkotnak vagy adnak. És nagyon fontosnak látom azt, hogy legyen egy olyan gerinc, az idősebb játékosokról beszélek, ebben benne van ugye a Dumi is, akik meg tudják tartani a nehéz pillanatokban is a csapatot, és tudják azt, hogy mi a következő lépés, és esetlegesen akár egy vereség után is nem összeomlanak, hanem tudják, hogy rendeződjenek, és ezek tudnak egy nagyon-nagyon jó csapatot alkotni, és ebben gondolom nagyon fontos szerepét a Duminak, ugye a játéken kívül, amihez meg ugye nem kell különösen magyarázatot fűzni. Semmilyen kommentár nem kell hozzá. Én csak egy dolgot kívánok neked, hogy legyél olyan eredményes edzőként is, mint játékosként, és akkor azt hiszem, hogy minden a legnagyobb rendben lesz. Én is köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm. A kedves nézőknek pedig köszönjük szépen a figyelmet. Viszontlátásra!